Kedves nézőink, most pedig a Mátyásföldi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumba kapcsolunk. Vámos Tibor igazgató urat kérdezzük az oktatás helyzetéről a Táncsicsban. Jó napot, igazgató úr! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket is. Igen, március 16-ai kezdettel ugye digitális oktatásra kellett, hogy áttérjen a mi iskolánk is. És nálunk ezt úgy oldottuk meg, hogy a Microsoft Teams felületet használja az egész iskola. Sikerült azt kialakítani, hogy mindenki egységesen ezen a felületen dolgozik, és így valósítja meg ezt a digitális oktatást. És hát ehhez nagyon nagy segítséget nyújtott, hadd említsek meg név szerint két kollégámat is, mert megérdemlik, Ride Krisztina gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség vezető kollégám, és Kormos Attila a rendszer gazdánk. Ők nagyon sokat tettek ennek a beindításáért, és azóta, hogy ez sikeresen működjön. A másik kérdés, hogy milyen segítséget kaptak ehhez a tanárok, tehát ehhez a forma oktatáshoz? Amikor eldöntöttük, hogy ezt a felületet fogjuk használni, akkor a Teams-el kapcsolatosan volt lehetőség különböző webináriumok megtekintésére, ugye oktatófilmek álltak rendelkezésre, és még egyszer mondom, a két kollégám, aki ezt az egészet beindította, ők mindenkinek minden segítséget megadtak, és ezen kívül a rendszergazdánk, ő pedig saját maga is készített el ilyen kisebb videókat, ez felkerült a YouTube csatornára is, ami szintén nagy segítséget nyújtott a kollégáknak, hogy hogyan is üzemeltethetik ezt a felületet sikeresen. Tudja-e ön ellenőrizni, hogy hogy történik ennek a megvalósulása? Tehát mik a tapasztalatok? Igen, hát ez egy nagyon speciális helyzet ez az egész, ugye, mert soha nem volt még, talán ha nem túlzok, ha azt mondom, hogy a magyar oktatás történetében sem, de hát nyilván az intézmény vezetőnek az a feladata, hogy megadja a lehetőségeket a kollégáknak, megteremtse a feltételeket, és hát természetesen a munkának része az ellenőrzés is. A Kréta rendszert, amit ugye kötelező minden pedagógusnak használni, ott rögzíteni az órákat és a házi feladatokat is szintén, a Teams felül használatával együtt. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy akár kilistázzuk a különböző tevékenységeket, akár azt, hogy nyomon kövessük, hogy mindenki beírta az óráját, de emellett nagyon fontos az, hogy értekezletet tartunk munkaközösségi szinteken is, természetesen ugye videóértekezlet formájában, és folyamatos a kapcsolattartás e-mailen, telefonon a szülőkkel is, a szülői szervezet vezetőjével is, ugye nagyon sok elismerést kaptunk, és tényleg köszönő támogató szót ezzel kapcsolatosan. Tehát én úgy gondolom, hogy a tapasztalatokat megvitatjuk, nagyon fontos ilyenkor a kommunikáció, a kapcsolattartás. A felületeken létrehoztunk különböző csoportokat is, ugye mi nagyiskola vagyunk, külön az alsó tagozatnak, külön a felső tagozatnak és külön a gimnáziumnak, hogy az adott sajátosságokat ki lehessen tárgyalni, meg lehessen beszélni. És én úgy gondolom, hogy nálunk mindig is nagyon jellemző volt az alkotó, jó munkahelyi légkör, én jó magam is erre nagyon kényes vagyok. Ez most is megvalósul, hiszen a kollégák egymást is segítik, a szülőkkel és a gyerekekkel is nagyon jó a viszony. Talán nem véletlen az, hogy a 16. kerületnek mi vagyunk a legnagyobb gyermeklétszámú intézménye, és hát nyilván ezeket a számokat ugye nem kell magyarázni. Én azt gondolom, hogy jól működik, és a szülők nagyon nagy többsége és a diákok többsége is, amellett ugye, hogy elégedett ezzel, tisztességesen, becsületesen végzi a munkáját az adott körülmények között. Igazgató úr lelőtte a következő kérdésemet, mert az ez lett volna éppen, hogy hogy viszonyulnak a szülők meg a tanárok, viszont a gyerekek hogy viszonyulnak ehhez? Fegyelmezettek? Ezt nyilván nem tudnám máshogy elmondani, mint ahogy hogy a gyakorlatomban történik. Egyetlen egy osztályt kell tanítanom, ugye nekem a heti kötelező óra számom az 2. Az egyik 8. osztályunkban tanítok történelmet, úgyhogy első kézből származóak a tapasztalataim. Ugye a kezdeti nehézségek után ugye a gyerekek minden technikai dologra figyelnek, tehát ilyen apróság például, hogy amikor az ember magyaráz, akkor mindenkinek ki kell kapcsolni a mikrofonját, és csak az, aki szólásra emelkedik, vagy kérdése van, ugye annak kell bekapcsolni, így nem gerjed a rendszer, nem keveredünk össze. És hát el kell, hogy mondjam azért, hogy ez nagyon furcsa, hogy az ember egy géphez beszél tulajdonképpen, de kapja ugyanúgy a visszajelzéseket. Én azt gondolom, hogy a gyerekek elvégzik a feladatukat, és az adott körülmények között dolgoznak, és elfogadták ezt a helyzetet, és mindenki ebből megpróbálja a maximumot kihozni.
Lehet olyan probléma, hogy a szülő nem tud otthon maradni a gyerekével, hogy együtt tanuljon vele, vagy ellenőrizze. Milyen lehetősége van egy ilyen szülőnek? Hát itt kitérnék a szülőkkel történő kapcsolattartásra, ugye nyilván lehetnek olyan családok, ahol probléma az, ugye a szülők home office-ban dolgoznak, esetleg nagy családról van szó, ahol nem csak egy gyermek tanul, és nem biztos, hogy minden technikai lehetőséggel bírnak. Mi minden segítséget megadunk, üzentünk is, hogy keressenek meg bátran bennünket a szülők. Volt, akinek eszközzel tudtunk segíteni, volt, akinek tanácsot tudtunk adni, elmagyaráztuk a használatot, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a dolog működik, és hát természetesen ebben az adott helyzetben a központi utasításokat követve a mi iskolánk is például a 16. kerületben második számú gyermekfelügyeleti helyszínnek ki van jelölve, első a Szentgyörgyi általános iskola, a 16. kerületben, tehát a józan bölcsességgel a fenntartónk, az Északpesti Tankerületi Központ ugye kijelölt egy iskolát a sinen innen és a sinen túl. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a szülők nem túl nagy számban élnek ezzel a lehetőséggel, természetesen érdeklődés volt, és az ingyenes étkezés biztosítása, illetve igény esetén, akik befizettek, ennek is az egyik helyszíne a mi iskolánk, erre van lehetőség, hogy a konyhásaink kiadják az ebédet, és így el tudják így vinni, szállítani. Tehát én azt gondolom, hogy megint az adott helyzetben a lehető legjobbat kitaláltuk és megvalósítjuk. Hogy lesz ebből bizonyítvány? Hát ezt most még nem tudjuk, ugye én azt szoktam mondani, hogy ahogy ugye nyilván akik ismernek engem, tudják, hogy én a sportban is tevékenykedtem, mindig a soron következő feladatra kell készülni, itt ugye vannak különböző aktualitások, ugye részben megkezdődött és zajlik, aztán majd egyre több feladatot fog nekünk adni az általános iskolások beiratkozása, a középfokú felvételi eljárás, ugye most közeledünk a végéhez, tehát a 8. osztályosok beiskolázásával kapcsolatban ugye holnap fog éppen megérkezni Győrből majd az a lista, hogy például a mi iskolánk is kiket vehetett fel, illetve hát nyilván minden 8-os ezt nagyon várja majd, és aztán rövidesen az iskolák egy héten belül ugye mindenki tájékoztatniuk kell. És hát itt van a nyakunkon az érettségi, amivel kapcsolatban szintén nemrég született kormányzati döntés, hogy ez május 4-én útjára fog indulni. Nagyon-nagyon sok szervezési feladat vár így ránk, ugye ez mindig is egy fokozott időszak az iskolák életében, most ugye az egészségügyi előírások betartásával ez különösen igaz, és aztán hát utána következik még a tanév zárása, nem tudjuk, én jó magam nagyon-nagyon szurkolnék annak, hogy hát ha akár csak egy vagy két hétre esetleg visszatérhessen az iskola falai közé a megszokott élet, a gyerek zsivaj, hiszen nagyon hiányoznak a gyerekek nekem is és a kollégák is. Ezt nem tudom, ezt nyilván majd az adott járványügyi helyzet fogja majd eldönteni, mint ahogy azt is, hogy a következő tanévnek az előkészítése, indítása hogyan fog majd történni. Úgyhogy most jelenleg azok a dolgok aktuálisak, amiket az előbb említettem. Igen. Az érettségi lebonyolítása megoldható az iskolába? Tehát az egymástól távolültetés, hogy hány gyerek lehet egyszerre? Ilyenek. Természetesen ugye mi ebben nem is mi vagyunk talán a legnehezebb helyzetben, hiszen nálunk két végzős osztály van, ugye az összes előrehozott vizsgát ugye a oktatási hivatal helyből törölte ugye a rendelkezés után, tehát itt nekünk az 56 végzősünknek a vizsgáztatását kell megszervezni. Nyilván most a napokban is zajlik az előkészület, ugye nyilván zajlik az iskolában a nagy takarítás, a fertőtlenítés már előre, és ez nyilván folyamatos lesz majd akkor, amikor elindulnak az írásbeli érettségi vizsgák. Természetesen nagyon szigorúan az egyéb követelmények betartása, ami a korábbi időszakban is volt, ugye abban az időben úgy volt, hogy egy padba egy gyerek ülhetett, most azonban egy teremben maximum ugye 10 gyerek tartózkodhat majd, ugye ezt be kell tartani, ugye megnéztük mi is itt, hogy megvan-e az adott terem, melyikben a másfél méter, ugye most végig az iskolában ugye nem lesz tanítás se az általános iskolában, se a gimnáziumi tagozaton, ekkor még ez biztos, tehát megpróbáltuk úgy kialakítani az 56 gyereknek azt a 8 termet, amiben ugye kényelmesen elférnek, nem is egy nagy matematikai művelet, hogy ugye nem is kell így a 10-es határlétszámot
szeretnénk elérni, tehát kevesebb gyereknek meg tudjuk majd ezt szervezni. Ugye az a kormányzati döntés született, hogy 9 órától indulnak a vizsgák, főleg az úgynevezett érettségi nagy hetében, amikor ugye a legtöbb tantárgy minden gyereket érint, ugye hétfő magyar, KEDD matematika, szerda történelem, csütörtök angol, péntek német nyelv. Ugye én ezt úgy szoktam hívni, ez az érettségének az úgynevezett nagy hete, amikor nagyon nagy számban érinti a gyerekeket, ugye szinte minden tanulót kivéve azokat nálunk, akik majd emelt szintű vizsgát tesznek ezekből a tantárgyakból. Úgyhogy igen, számítunk arra, megpróbáljuk majd a gyerekeket sávosan érkeztetni. Igénybe vettük, és tényleg a velünk egy épületbe, de külön igazgatás alatt működő Rácsaladás zeneiskolával mindenben kiváló a kapcsolat. Tehát valószínűleg igénybe fogjuk venni azt a bejáratot is, hogy az egyik osztályunkat ott érkeztetjük, a másik osztályunkat a mi fő bejáratunkon, és nyilván itt majd a gyerekek minél előbb el fogják foglalni a helyet, tehát nagyon vigyázni fogunk arra, hogy ezt a minimum másfél méteres távolságot betartsák majd a gyerekek. Nyilván ők is felkészülnek arra, és fel vannak készítve, hogy kerülni kell majd a csoportosulásokat. Úgyhogy mindezeket a dolgokat az egyéb követelményekkel együtt be fogjuk tartatni, szervezzük a kollégák részéről a felügyeletet, mindenki külön kap ehhez majd eligazítást, és folyamatosan érkeznek az anyagok az oktatási hivataltól is. Kapcsolatban vagyunk ugye a fenntartónkkal is, aki majd biztosítja itt a kérés esetén a megfelelő védőfelszerelést, ugye a szájmaszkot, vagy esetleg a kesztyűt, és hát megfelelő mennyiségű fertőtlenítő anyaggal rendelkezünk. Én is a takarító kollégáimat 2 műszakra fogom erre az időszakra beosztani, hogy reggel is megtörténjen a takarítás, fertőtlenítés, és a vizsga befejezése után is, hogy a következő napra is biztonságos körülmények között fogadhassuk majd a diákjainkat. Hát még 2 kérdésem lenne. Az egyik az, hogy az általános iskolai beiratásokat hogy tudják bonyolítani. Előbb már félig meddig említettük, de részletesebben, ha esetleg be tudnám mutatni ezt a rendszert. Igen, a központi intézkedés nyomán 2 részre kell bontani az általános iskolai beiratkozást. Mielőtt ezt elkezdeném, az azonban mindig is mind a 2 ütemben közös, hogy nyilván itt is a járványügyi előírásokat be kell tartani, tehát a személyes kontaktus nélküliségre kell maximálisan törekedni, tehát lehet használni itt is a Kréta felületet, online ügyintézést, telefonon, e-mailben is mi is fogadjuk a megkereséseket, a kérdéseket, és hát ugye itt első körben április 28-ig, hogy leegyszerűsítsem, elsősorban az egyház és az alapítvány, illetve a művészeti iskolákban történik a beiratkozás, és április 28-tól május 15-ig fog majd történni ugye a legtöbbet érintő úgynevezett klasszikus beiratkozás, amikor döntenek a szülők, hogy a körzetes iskolát választják, vagy éppen nem a körzetes iskolát, érkezni fognak majd a kérelmek. Egyébként a mi honlapunkon is minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható, és hát itt még annyit ezzel kapcsolatosan, hogy aki végképp nem tudja megoldani, és olyan problémája van, munkaidőben személyesen is fogadjuk nyilván a szülőket, de hát itt ezen az úton is szeretném kérni, hogy tényleg csak a legvégső esetben kerítsenek erre sor, de akkor is az egészségügyi intézkedések betartatásával, ugye a távolságtartás, hogy hány ember tartózkodhat itt az irodában egyszerre. De én azt gondolom, hogy ez az e-ügyintézés, ez már ennek a próbaéve volt nálunk is a tavalyi, ez tud működni, és hát ha meg nagyon nem, akkor is ugye a jó öreg telefonon ugye mindent meg lehet oldani, még akkor is, hogyha ez ugye a munkatársaimra is fokozott feladatot fog róni. Én azt gondolom, hogy nálunk olyan, kb. 150 esetet kell kezelni, úgyhogy meg tudjuk ezt oldani, és minden intézkedés azt segíti, hogy ez minél flottabbul menjen, és hogy be tudjuk tartani itt is az előírásokat. Hát végül egy személyes kérdés önnek, hogy éli meg ezt az egész helyzetet? Hát ez egy nagyon jó és egyben nehéz kérdés. Nagyon furcsa ez a helyzet, ugye nyilván az ember pedagógusként és intézményvezetőként is maximálisan próbál helytállni. Ugye az iskolában szünetel az oktatás, de azért az élet nem teljes mértékben, hiszen ugye ügyeletre kijelölt iskola vagyunk, a takarítók itt dolgoznak az iskolában, és ügyeletet tartunk, mint ahogy minden iskola, nyilván minimális létszámmal. Pedagógusként, ahogy már itt említettem a beszélgetésünk során, hogy nagyon furcsa így a gyerekekkel kommunikálni, nagyon hiányoznak a gyerekek és a kollégák, hiszen
ha jól számolom, akkor körülbelül ugye már a hatodik hét, amióta ugye zajlik ez a digitális oktatás, jó lenne a klasszikus módon oktatni. Viszont hadd mondjam itt el, hogy nagyon fontosnak tartom, és tényleg nagyon egyetértek azokkal a civil kezdeményezésekkel, akik nagyon-nagyon elismerőleg szólnak az egészségügyi dolgozókról, a rendfenntartókról, a bolti eladókról, azoknál, akik a hivatalokban dolgozik és segítik az embereknek a mindennapjait, tényleg le a kalappal előttük. De hát egy picit hadd beszéljek haza, én ugye pedagógus családból származom, a feleségem is pedagógus, egyik testvérem is pedagógus, a másik pedig iskolában dolgozik, hogy egy picit gondoljanak azért ránk is, hiszen lehet, hogy nem annyira látványos ez, mint az egészségügy és mondjuk a rendfenntartás, de higgyék el, hogy nagyon nagy feladatokat ró ez a pedagógusokra, tehát tényleg, aki becsületesen fel akar készülni az órájára, és azt meg akarja tartani, akinek visszaérkeznek elektronikus úton pedagógusnak a gyerekeknek a munkája, és mindet kijavítja, értékeli, kommenteli, segíti a gyerekek munkáját, az gyakorlatilag nem úgy van, hogy naponta ugye 4 órája van valakinek, vagy 6 órája, szinte egész nap ezzel kell, hogy foglalkozzon, és hát ugye ez egy teljesen új dolog, mint hogyha egy teljesen más oktatási rendszerre kellett volna áttérni, úgyhogy én innen is engedje meg szerkesztő úr, hogy megköszönjem a pedagógus kollégáimnak házon belül és házon kívül, illetve minden kerületi és minden magyar pedagógus kollégának a munkáját, úgyis, mint szülő, hiszen nekem az egyik gyermekem a felsőoktatásban hallgató, a másik még középiskolás, jövőre fog érettségizni, úgyhogy látom a gyerekeken is, hogy nagyon sokat dolgoznak, és hát az őket oktató pedagógusok tényleg megérdemelnek minden dicséretet, úgyhogy ezt szerettem volna még így elmondani és kifejezni. És hát nyilván, ami még személyes, hogy nyilván nem csak a gyerekek hiányoznak, hanem nagyon hiányzik a sport, hiányzik a foci, és jó lenne, hogyha már a hétvégenként meccseket is tudnánk nézni. És engedje meg még szerkesztő úr egy nagyon-nagyon kedves történetet, hogy megosszak itt önnel és a kedves tévénézőkkel. Még a digitális oktatás első napjai után, első hetében egyik nap arra lettünk figyelmesek, hogy az iskola kerítésére az egyik kedves szülő a következő feliratot tűzte ki. Köszönöm a gyermekekért végzett munkájukért, és a legjobb egészséget kívánom mindannyiuknak. Megpróbálom ezt bemutatni itt a Skype összeköttetésünk során. Jó, mehet még följebb szépen. Jó, ennyi. Igen, ott van egy halványabb rész, azt nem lehetett látni. Igen, már sajnos az kikopott. Aha. És én úgy gondolom, hogy ennél jobb és szebb zárszót szerintem egyikünk se tudott volna erre, ennek a riportnak a végére. Úgyhogy én köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget és a figyelmet. Rámos Tibor igazgató úr, nagyon szépen köszönjük önnek.